Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Gyubelszky Péter vagyok, a Bednár FMT kelet-magyarországi értékesítési vezetője. A mai nap folyamán Békés megyében Vésznőn forgatunk, egy nagyon speciális helyszínen. Három nagy gépet láthatnak ma a nézőink. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat és köszönteni Rácz Zoltánt, a Kertlen Kft. Szia. Tulajdonosát. Szia Zoli! Az lenne a kérésem, hogy egy pár szóban mutasd be, légy szíves, a gazdaságotokat, mivel is foglalkoztok itt pontosan. Jó, köszönöm. Én is üdvözlök akkor mindenkit. Rácz Zoltán vagyok, a Vésznői Kertlen Kft. Ügyvezető igazgatója. Cégünk kizárólagosan szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, mintegy 3000 hektárt művelünk meg. Olyan klasszikus növényeket termelünk, mint púza, árpa, kukorica, napraforgó, repce vagy éppen szója. Az lenne a kérdésem, hogy mikor találkoztatok először a Bednár márkával, és miért döntöttetek a Bednár gépek vásárlása mellett? 2015-ben vásároltuk az első Bednár gépünket, egy ilyen Bednár lazítót. A cégünk mindig fontos volt az, hogy a lehető legjobb technológiákkal műveljük meg a földjeinket. Ebben mindig élenjárók voltunk a környezetünkben is, és így jutottunk el tulajdonképpen a Bednárig. Továbbá ugye maga a lazítóik pedig úgy, hogy kerestünk egy olyan lazítót, ami számunkra a legideálisabb ezeken az erősen kötött földeken, és ezt a gépet találtuk a lehető legideálisabbnak. Miért is preferáltátok ti a Bednár gépeket, amikor új lazító vásárlása mellett döntöttetek? Mindig is támogattuk a lazítást a szántással szemben, bár tudjuk, hogy nem lehet elfelejteni a mi környezetünkben a szántás se, de mégis azt mondom, hogy a lazítás az mindig is egy fontos láncszeme volt a munkafolyamatainknak. Olyan lazítót kerestünk, igen, olyan lazítóink voltak, amelyek függesztett lazítók voltak. Ezekkel több problémánk is volt, nem volt akkor a teljesítményük, nagyobb volt a fogyasztás, nem bírtuk tartani a művelési mélységet. Ez a Bednárral, hála Istennek, viszonylag elég jó százalékkal kiküszöbölődött. Egyenletes munkamélységet tudunk tartani, viszonylag nagy teljesítménnyel dolgozunk. Egy ilyen gép egy műszak alatt, egy 11 órás műszak alatt akár 25 hektárt is képes kilazítani. Régen erre nem voltunk képesek, csak ilyen 7-8 hektárokat tudtunk egyszerre meglazítani. Az lenne a kérdésem még, hogy mi a véleményed a Bednár és a köztetek kialakult biznisz kapcsolatról, illetve ajánlanád-e a Bednár gépeket más gazdálkodók számára is? Igen, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk és a Bednár között, és sem mutatja jobban ezt, mint hogy három ilyen lazítót látsz itt. Minden, a szerviz háttér, a kommunikáció, minden tulajdonképpen eddig én úgy gondolom, hogy ideálisnak mondható. Mondhatom, hogy maximálisan meg vagyok elégedve a céggel. Az, hogy ajánlom-e, természetesen ebből kifolyólag ez magától öltöződik, hogy természetesen ajánlom. Azokra a földekre különösen, ahol nehéz, kötöttebb talajok vannak, mint ami nálunk van, ezek a gépek megállták a helyüket, és szóval házsnak a legjobb munkát képesek ezeken a nehéz kötött talajokon is. Nagyon szépen köszönjük szépen az interjút. Én is örülök. Köszönöm szépen. Fogadtatok minket. Örültem. Mai forgatásunk véget ért. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. További videókkal várunk titeket. Viszontlátásra. Sziasztok.